Az iskolai lövöldözések és ámokfutások olyannyira tipikusan amerikai jelenségnek számítanak, hogy amikor nekiálltam anyagot gyűjteni ehhez a videóhoz, még nem is sejtettem, hogy az összes eset, amelyet fellelek majd az interneten, Amerikában történt meg. Szóval a most következő összeállításban az utóbbi 100 év legborzalmasabb iskolai lövöldözéseit, támadásait láthatjátok. Bár a videót próbáltam minél enyhébbre készíteni, azért én azt javaslom, hogy akit felzaklatnak ezek a tragédiák, az inkább ne nézze meg. Patrick Purdy. Cleveland általános iskola, Stockton, Kalifornia. 1989. január 17-e. Patrick Purdy 10 éves kora óta folytatott bűnöző életmódot. Kábítószerfüggő volt és drogokkal is kereskedett. Fegyveres rablásért börtönben is ült, ahol 2-szer próbálkozott meg öngyilkossággal. 1989 elején végül elkövette élete legszörnyűbb tettét. A férfi egy tűzijátékokkal jócskán telepakolt Chevrolet furgonnal az iskola mögé parkolt, majd egy Molotov koktéllal felrobbantotta az egészet. Ezután az iskola játszóteréhez ment, és egy AK-47-es gépfegyverrel tüzet nyitott az ott játszadozó 6-8 éves gyerekekre. A brutális akció mindössze 3 percig tartott, Purdy ez alatt összesen 106 lövést adott le, 5 gyermeket megölve, 30 másik embert, köztük egy tanárt megsebesítve. Purdy ezután a helyszínen öngyilkos lett. Mivel az áldozatok többsége vietnámi és kambodzsai származású menekült volt, tettét egyértelműen rasszista szándékúnak nyilvánították. Patrick Purdy. Halottak száma 6, sérültek száma 30. Elliot Rodger. Santa Barbara Egyetem, Isla Vista, Kalifornia. 2014. május 23-a. A most következő történet nem nevezhető egészen iskolai vérengzésnek, mégis annak tulajdonítják lévén, hogy a Santa Barbara Egyetem kampuszának közelében történtek az események. A 22 éves Elliot Rodger meglehetősen sikertelen volt a lányoknál, mélységesen bántotta, hogy 22 éves létére még mindig szűz, mert őt egyetlen lány sem akarja. A fiúkra viszont féltékeny volt, hogy nekik sikerült az, ami neki nem. Elliot egyébként pszichiáteri kezelés alatt is állt mentális problémái miatt. A végzetes napon több pisztoly és rengeteg lőszer volt nála. Mielőtt ámokfutásba kezdett volna az egyetem környékén, betért a diákszállóra, ahol rálőtt 3 női hallgatóra, akik közül 2 életüket vesztették. Azután a közeli csemege boltba ment, ahol agyonlőtt egy férfit, aki szintén diák volt. Ezután beült az autójába, majd az Isla Vista negyeden keresztülhajtva több embert elgázolt, közben pedig lövöldözött a járókelőkre egészen addig, amíg bele nem rohant egy másik autóba. Amikor már nem tudott tovább menekülni, agyonlőtte magát. Az eseményeket megelőzően a fiú feltöltött a YouTube-ra egy videót, amelyben arról beszél, hogy az egész emberiségen akar bosszút állni, mert a közeledését minden lány elutasítja. Célpontjai valóban többségében egyetemista lányok voltak. Korábban Elliot egy könyvnyi terjedelmű szöveget is írt az Én kicsavart világom címmel, amelyben alaposan kifejti zavaros eszméjét. Ezt az írományt a videó feltöltésével egy időben 34 embernek küldte el e-mailben, köztük a szüleinek és a pszichiáterének is, akinek a felelőssége felvetődött a nyomozás során. Az is komoly vitákat váltott ki, hogy hogyan fordulhat elő, hogy egy pszichiátriai kezelés alatt álló személy legálisan lőfegyverhez juthat. Elliot Rodger. Halottak száma 6, sérültek száma 14. One L. Go. Oikos Egyetem, Oakland, Kalifornia, 2012. április 12-e. A 43 éves dél-koreai származású One L. Go egy 45 mm-es félautomata pisztolyjal a kezében lépett be az Oikos Egyetem egyik tantermébe. A hasonló rintetteket elkövetőkhöz hasonlatosan korábban maga is itt töltötte diák éveit. Mielőtt lövöldözni kezdett, azt hangoztatta, hogy mindenkit meg fog ölni, majd elkezdett tüzelni a bent lévőkre. Nem sokkal később aztán minden külső ok nélkül abbahagyta a mészárlást és autóval elmenekült.
Amikor 10 kilométerrel arrébb elfogták a rendőrök, egyáltalán nem tanúsított ellenállást. Két igazságügyi orvos szakértő egymástól függetlenül jelentést készített Van Elgo állapotáról, és mindketten arra a megállapításra jutottak, hogy az elkövető már évek óta súlyos paranoid skizofréniában szenved. Így Van Elgo megúszta annyival, hogy elmegyógyintézetbe zárták, ahonnan feltehetően sohasem szabadulhat. Van Elgo. Halottak száma 7. Sérültek száma 3. Jeffrey Weiss. Red Lake főiskola, Red Lake, Minnesota. 2005. március 21-e. A 16 éves Jeffrey Weiss élete enyhén szólva sem volt fenékig tejfel. Apja korábban öngyilkos lett, édesanyja pedig olyan súlyosan megsérült egy autóbalesetben, hogy gondozó otthonba került. Ezek után nagyapja vette magához, aki egyébként a környékbeli indián rezervátum egyik rendőre volt. Nem is csoda, hogy a fiú a tragédiák után súlyos depresszióval és fokozódó mentális problémákkal küzdött. Abba a középiskolába járt, amíg tanulmányait meg nem szakította, ahol későbbi őrültettét elkövette. Jeffrey a mészárlás napján magához vette nagyapja fegyvereit, és saját fegyverével megölte a férfit. Ezután az iskolához ment, majd belépett az épületbe, ahol aztán válogatás nélkül lőtt mindenkire egészen addig, amíg a kiérkező rendőrök meg nem sebesítették. Ezután visszavonult egy üres tanterembe, állához támasztotta a puskát, és meghúzta a ravaszt. Jeffrey Weiss. Halottak száma 9. Sérültek száma 5. Christopher Harper Mercer. Amqua főiskola, Roseburg, Oregon. 2015. október 1-e. A 26 éves Christopher Harper Mercer súlyos mentális problémákkal küzdött, emiatt mindig is beilleszkedési és tanulási problémái voltak, ráadásul sokat foglalkozott a tömeggyilkosság gondolatával. Édesanyjával élt, és ők ketten gyakran jártak együtt lőni egy lőtérre. Összesen 14 lőfegyverük volt, bár későbbi tettéhez nem ezeket használta. A végzetes napon kezében két pisztollyal lépett be az egyik tanterembe. Maga is az intézmény diákja volt, így jól ismerte azokat, akiket megtámadott. A szomszédteremből 10 óra 38 perckor hívták a 911-et, akkor, amikor meghallották az első lövéseket. 6 perccel később az ámokfutó már két rendőrrel vívott tűzharcot a folyosón, és a lövöldözésben meg is sérült. Ekkor visszament az egyik tanterembe, és főbelőtte magát. A nyomozás során kiderült, hogy 3 nappal a merénylet előtt letöltötte az internetről a Sandy Hook általános iskolában történt lövöldözésről készült dokumentumfilmet, így valószínűleg példaképének tekintette az abban szereplő merénylőt. Erről az esetről is láthattok beszámolót hamarosan. Christopher Harper Mercer. Halottak száma 9, sérültek száma 9. Dimitrios Pagorcis. Santa Fe középiskola, Santa Fe, Texas. 2018. május 18. A 17 éves Dimitrios Pagorcis az elmondások alapján csendes, de nem ijesztően csendes diák volt. Tagja volt az iskolai amerikai foci csapatnak, és felkerült az iskola dicsőségtáblájára is. A hatóságokkal soha nem volt semmiféle összetűzése. Azon a bizonyos pénteki napon egy Remington 870-es vadászpuskával, egy 38-as kaliberű revolverrel, robbanószerekkel és molotov koktéllal érkezett meg az iskolájába. A lőfegyverek az apjáé voltak, aki egyébként rendelkezett a megfelelő engedélyekkel a birtoklásukhoz. A 25 percen át tartó ámokfutás alatt a robbanószereket nem használta, de a fegyverekkel több embert megölt vagy megsebesített, majd végül megadta magát. A nyomozás során megtalálták a fiú naplóját, amelyben részletesen eltervezte a vérengzést. Ebben az szerepelt, hogy a rémtettek után végez magával, de később beismerte, hogy ehhez nem volt elég bátorsága. Dimitrios Pagorcis. Halottak száma 10, sérültek száma 13. Eric Harris és Dylan Klebold. Columbine középiskola, Columbine, Colorado,
1999. április 20-a. A 18 éves Eric Harris és a 17 éves Dylan Klebold már korábban is összetűzésbe került a törvénnyel lopás és birtokháborítás miatt. Egy bűnmegelőzési program keretében mindketten pszichiáteri segítséget kaptak, és Eric Harris-t még arra is kötelezték, hogy részt vegyen egy dühkezelési terápián. A fiúk többször is beszéltek arról, hogy valamilyen erőszakos cselekedettel szeretnének híresek lenni, és sajnos komolyan is gondolták. Hosszan készültek a vérengzésre, és mindent alaposan elterveztek. A végzetes napon végül a tervekből valóság lett, amikor bombákkal és fegyverekkel felszerelkezve beléptek iskolájuk épületébe. Vélhetően robbantásos merényletre készültek, de végül ez a tervük csődöt mondott, amikor a bombák nem robbantak fel. Fegyvereket is csak azért vittek, hogy a menekülőkre lőjenek majd. Az első lövés délelőtt 11 óra 19 perckor dörrent el. A túlélők és a biztonsági kamerák felvételei szerint úgy tűnt, hogy céltalanul mászkálnak az épületben és ötletszerűen lövöldöznek. Amikor a Jefferson megyei sheriff helyettes megérkezett az épülethez, tüzet nyitott, hogy ezzel próbálja magára vonni a merénylők figyelmét. Az álmokfutás végül az iskola könyvtárában fejeződött be 12 óra 2 perckor, ahol miután több gyereket és tanárt megöltek vagy megsebesítettek, a két tizenéves fiú lefeküdt a földre és agyonlőtte magát. Eric Harris és Dylan Klebold. Halottak száma 15. Sérültek száma 24. Charles Sweetman. Texasi Egyetem, Austin, Texas. 1966. augusztus 1-e. Charles Whitman korábban tengerészgyalogosként szolgált, ahol kiváló képességeinek köszönhetően hamarosan megszerezte a mesterlövész fokozatot, 215 pontot elérve a lehetséges 250-ből. Bár ígéretes jövő előtt állt, élete 1963. februárjában elkezdett összeomlani, amikor gyenge tanulmányi eredményei miatt ott kellett hagynia az egyetemet. Később újabb csapások érték. 1963-ban hadbíróság elé állították tiltott fegyverviselés, uzsorakamatra való pénzkölcsönzés, illetve tiltott szerencsejáték miatt. 30 napi kényszermunkára ítélték, továbbá tizedes rangból lefokozták közlegényé. Talán ezek a kudarcok voltak az okai a későbbi vérengzésnek, amely azzal kezdődött, hogy 1966. augusztus elején éjfél után eszméletlenre folytogatta anyját, majd egy vadászkéssel többször melbeszúrta az öntudatlan asszonyt. Ezután hazatért és alvó feleségét Katie-t szintén megölte 5 készszúrással. Útja ezután a Texasi Egyetem 27 emeletes főépületéhez vezetett, amelyet egy óratorony ékesített. Lifttel felment a legfelső szintre egy egész fegyverarzenállal, és onnan 90 percen át lövöldözött a járókelőkre addig, amíg a rendőröknek végül sikerült lelőniük. Boncolásakor agydaganatot állapítottak meg nála, de a szakértők véleménye megosztik azzal kapcsolatban, hogy ennek volt-e köze mentális összeomlásához. Charles Whitman. Halottak száma 16. Sérültek száma 32. Nicholas Cruz. Stoneman Douglas Középiskola, Parkland, Florida. 2018. február 14. A 19 éves Nicholas Cruz szó szerint fegyvermániás volt. Olyannyira, hogy az elmúlt 7 évben, tehát a fiú 12 éves kora óta összesen 39 bejelentés érkezett a helyi sheriffhez, amelyben többen aggodalmukat fejezték ki beteges mániája miatt. Több bejelentést maga a fiú nevelő anyja tett, 2016-ban pedig konkrétan arra figyelmeztették a rendőrséget, hogy Cruz iskolai lövöldözést tervez, melyet az Instagramon egy fegyver képével hirdet. Pár hónappal a mészárlás előtt, 2017. november 30-án egy betelefonáló már arról beszélt, hogy Nicholas meg van győződve arról, hogy egy napon öngyilkos lesz, de előtte talán még csinál egy iskolai lövöldözést. A hívásokat sajnos nem követte eljárás, aminek meg is lett az eredménye. Február 14-én, egy szerda délutáni napon Cruz belépett a középiskola 12-es számú épületébe, működésbe hozta a tűzjelzőt, és egy AR-15 típusú félautomata gépfegyverrel tüzelni kezdett a vészjelzés miatt menekülni kezdő diákokra. A lövöldözés mindössze 6 percig tartott, azután eldobta a fegyvert, majd a tömeg közé vegyülve elmenekült.
Ezután, mintha mi sem történt volna, a Subway gyors étkezdében üdítőt vásárolt magának. A rendőrök végül délután 3 óra 40-kor mindenféle ellenállás nélkül fogták el. Nicolas Cruz. Halottak száma 17. Sérültek száma 17. Adam Lanza. Sandy Hook általános iskola, Newton, Connecticut. 2012. december 14-e. A 20 éves Adam Lanzát korábban mentális problémákkal kezelték, de erőszakos viselkedésre soha nem mutatott hajlamot. Mivel 52 éves anyja igazi fegyverrajongó volt, aki egyébként rendszeresen vitte lőtére is mindkét gyermekét, így a fiúnak nem volt nehéz fegyverekhez jutnia. Szörnyű tettének reggelét azzal kezdte, hogy 4 lövéssel megölte még alvó édesanyját, majd elment korábbi általános iskolájába, ahol válogatás nélkül lövöldözni kezdett a gyerekekre és a tanárokra. Az első osztályos gyerekek a padok alá bújtak félelmükben, de ez nem nyújtott nagy védelmet nekik. Az egyik tanteremben egy tanárnő, Dawn Lafferty, a testével próbálta védeni tanítványait, aki ezért az életével fizetett. Miután lelőtte őt, fegyverét saját maga ellen fordította, és öngyilkos lett. A mai napig nem derült ki, hogy miért támadt a kisgyerekekre, illetve az anyjára. Adam Lanza. Halottak száma 27. Sérültek száma 2. Seung Hui Cho. Virginia Műszaki Egyetem, Blacksburg, Virginia. 2007. április 16-a. A dél-koreai származású 23 éves Seung Hui Cho, aki egyébként maga is az egyetem hallgatója volt, és akit korábban súlyos depresszióval kezeltek, alaposan felfegyverkezett, mielőtt belekezdett volna a tömeges mészárlásba. Az első útja az ex-barátnője szobájába vezetett, ahol a lányt és szeretőjét agyonlőtte. Ezután visszatért saját szobájába, ahol magához vett 2 pisztolyt és több mint 400 lőszert. A vérengzés megkezdése előtt láncokkal és lakatokkal lezárta a bejárati ajtókat, majd elkezdte az ámokfutást. Seung Hui Cho-nak kevesebb mint 10 perce maradt arra, hogy tanteremről tanteremre járva öldököljön. Mivel a bejárati ajtókat korábban lezárta, a segélyhívásra kiérkező rendőröknek jóval több időre volt szükségük, hogy bejussanak az épületbe. Mire azonban felértek a második emeletre, a merénylő már főbe lőtte magát, számos áldozatot és sérültet hagyva maga után. Seung Hui Cho. Halottak száma 32, sérültek száma 25. Andrew Kehoe. Beth Közösségi Iskola, Beth Township, Michigan. 1927. május 18-a. Az 55 éves Andrew Kehoe kudarcokkal teli életének látványos módon akart véget vetni. Véres tettét gondosan eltervezte. Több hónap leforgása alatt 460 kg dinamitot és pirotolt vásárolt, amelyekkel apránként aláaknázta a Beth Közösségi Iskola északi és déli szárnya alatt található pincéket és alagsort. Kihasználva, hogy korábban elektrotechnikát tanult, a robbanó szereket időzítőkhöz kapcsolta. Otthon szintén aláaknázta a házát és farmját több kilónyi robbanószerrel. 1927. május 18-án, kora reggel aztán nekilátott végrehajtani szörnyű, embertelen tettét. Először megölte tuberkulózisban szenvedő, súlyosan beteg feleségét, Nellit, majd felrobbantotta a házat és a farmot. Nagyjából ezzel egy időben reggel 9 óra 45 perckor robbant fel a több száz kilónyi robbanó anyag az iskola alatt, de csak az épület északi szárnyánál. Közben a férfi egy robbanó szerekkel megrakott teherautóval az iskolához hajtott, és a menekülők között felrobbantotta a rakományt saját magával együtt. Az áldozatok nagy része 7 és 12 év közötti gyerek volt, de sok tanár is áldozatul esett. A mentőalakulatok, akik a lehetséges túlélők után kutattak, fedezték fel, hogy az épület déli szárnyát is aláaknázták, de ez valamiért nem robbant fel. Hogy miért nem, soha nem tudták megállapítani, de a szakértők arra gyanakodtak, hogy az első robbanás okozhatott valamiféle rövid zárlatot az időzítő szerkezetben. A vizsgálatok során a nyomozók felfedeztek a farm kerítésén egy fatáblára írt üzenetet, amely Kehoe utolsó üzenete volt. A bűnözők nem annak születnek, hanem azzá válnak.
Andrew Kehoe. Halottak száma 44, sérültek száma 58. Nos, ennyi lett volna a 12 iskolai lövöldözésről készült összeállításom. Véleményeiteket írjátok le kommentbe, ha tetszett a videó, lájkoljátok, ha pedig feliratkoztak a csatornámra, nyomjátok meg a csengőt is, hogy értesítéseket kapjatok a legújabb videóimról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!